Sziasztok! Ebben a rövid videóban az alapvető navigációs eszközökkel fogunk megismerkedni. A modelltér közepén a SketchUp logója látható, de ide képzelhetünk bármilyen objektumot. Az első és egyik leggyakoribb feladatunk az, hogy körbeforgatjuk a tárgyat. Ezt úgy tudjuk a legegyszerűbben megtenni, hogy rámegyünk a Large Tool és kiválasztjuk a palettáról az Orbit eszközt, vagy lenyomjuk az Ó karaktert. Benne vagyunk a keringés opcióba, mutatja is az ikonunk, és szépen körbe tudjuk járni, vagy jobban fogalmazva, ö, tekinteni a tárgyunkat. Ezt az opciót el tudjuk érni az egér görgőjének, a lenyomásával is. Egy nagyon praktikus dologról van tehát szó. A másik navigációs eszköz az a hand tool, ami a penelés, azaz a képernyő eltorásról szól. Ezt is válasszuk ki a Light Toolsetről, megjelenik a kézikon, és már is el tudjuk torni a nézetünket. Természetesen a keringés és a penelés között nagyon gyorsan tudunk váltani. Hiszen ha az ó karaktert lenyomjuk, akkor ugye keringésről van szó, ha a hát, akkor pedig a hand tool használjuk. A harmadik és nagyon gyakori navigációs eszköz, amit használunk, az a nagyítás eszköz. Ráközelítünk a tárgyra, vagy éppen eltávolodunk tőle. Ezt is ikon segítségével ki tudjuk választani a Large Toolset-ről, vagy a Z karakter lenyomásával aktiválhatjuk a Zoom eszközt. Klikkeljünk rá és az ikon segítségével, tehát ahol a nagyító ikonunk áll, ha lenyomjuk az egér bal gombját rá ha pedig lenyomott gomb mellett, ugye hátrafele húzzuk az egerünket, akkor kicsinyíteni fogunk. Természetesen három gombos egér esetén a görgő előretolásával, tudunk nagyítani, vagy éppen hátra görgetésével tudjuk a nézetet kicsinyíteni. Igazándiból ez a leggyakoribb és leghatékonyabb módszere a nagyításnak. Nagyon könnyen tudunk váltani az eszközök között, hiszen ha a H karaktert lenyomom, akkor penelek, ha a, görget, ha a görgőt megindítom, akkor ugye belenagyítok, ha hátra görgetem, kicsinyítem, eltolom a nézetet, óbetűt lenyomom, és már is keringek. A nagyításnak van még egy eszköze, amikor kijelölő téglalappal kijelöljük azt a részt, amire rá szeretnénk nagyítani. Válasszuk ki ezt az eszközt a lágy ről Zoom Window a neve, klikkeljünk az ikonra, majd nyomjuk le az egér bal gombját, és definiáljuk a kijelölő ablakot, majd engedjük el az egér bal gombját, és behozza a SketchUp középre azt a részt, amit kijelöltünk a kijelölő ablakkal. Az utolsó és nagyon hasznos parancs az a Zoom All, azaz Zoom terjedelem. Klikkeljünk rá az ikonjára, itt látható a nagy eszközpalettán, és ilyenkor mindent a képernyő közepére fog hozni a SketchUp, hiszen olyan zoom faktort fog számolni a program, hogy a képernyőnkön minden objektum megjelenjen. Ez egy nagyon hasznos parancs, főleg akkor, hogyha eltévedünk a modelltérben. Ami még hasznos, hogy ugye a különféle navigációs eszközök között a historiban a preview-szal tudunk visszafele lépkedni, azaz, Különféle nézetek között tudunk ugrálni, hiszen ez nem ugyanaz, mint az undo Redó művelet, amikor ugye különféle módosító vagy rajzoló eszközzel hozunk létre új elemeket a modelltérbe. Ez az ikon itt, ami a jobb alsó a navigációs eszközöknél a nézetablakot változtató eszközök között lehet visszafele lépkedni. Röviden ezek az alapvető navigációs parancsok. Még egy aprósága hívom föl a figyelmet, hogy ha ezek közül bármelyikbe is, be, ha ezek közül bármelyiket is kiválasztjuk, akkor ha lenyomjuk az egérjobb gombját, akkor a helyi menüben ki tudjuk választani ezeket a parancsokat, például válaszuk a Zoom window t és definiáljuk a kijelölő ablakot, és már is rá nagyított a SketchUp, de még egyszer mondom az egészet, és a billentyű parancsokkal lehet nagyon gyorsan különféle navigációs műveletet végrehajtani. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, remélem, hogy sikerült elsajátítani az alapvető műveleteket.